anyukám mindig azt mondta, hogy aki énekes akar lenni, annak szép voksor kell. Mondjuk én énekes, ez nem akartam lenni, nem azért, mert nincs hangom, hanem mert olyan lámpalázas voltam egész életemben, hogy minden énekkari fellépés előtt elájultam. Viszont az a vágy, hogy szép voksorom legyen, az mai napig bennem van. Általános iskolában már alsó tagozatban is volt fogszabályzom. Ahogy elkezdtek cserélődni a fogaim, kiderült, hogy nagyon szűk a fogsorom, és nem fértek el, és emiatt ez a két metszőfogam, ez kifelett türemkedett a sorból. De az általános iskolás fogszabályzós orvos az nem tudta megoldani ezt a feladatot. Aztán utána később, amikor elkezdtek kinőni a bölcsességfogaim, azok újra adtak egyet a rendszernek, és megtolták hátulról az egész sort, úgyhogy még a maradék fogam is összekuszálódott. És hogy vajon ennek mi köze van a motorozáshoz, és hogy kerül ez az egész téma ide erre a csatornára? Hát például van motorom. De félretéve a tréfát. Nagyon is sok köze van egyébként a fogszabályzásnak a motorozáshoz, ugyanis én most már évek óta keresgélek olyan megoldást, ami valamilyen módon, és lehetőleg nem túl drágán, helyrehozza a fogsoromat, mert hát szerintem mióta motorozok, azóta küzdök azzal a problémával, amit egyszer már felnőtt koromban egy fogorvos nevesített, hogy mély harapásom van, aminek nem tudom pontosan mi a diagnózisa, én azt érzékeltem, hogy az alsó fogsorom hozzáér a felső fogsoromhoz, amikor összezárom a fogaimat, és ez főleg motorozás közben szokott nagyon zavarni, úgyhogy, mert hogy a két fogsor összecsiszolódik, és az alsó fogaimat nagyon koptatta az, hogy a felső fogsoromhoz hozzáér. Nagyon sokszor szoktam úgy motorozni, hogy rágógumival a számban, és amikor megyünk a motoron, és ugye vannak ezek az ökkenők, hogy ne kocogjanak össze a fogaim, a rágógumit ide szoktam berakni az első metszőfogaim közé, hogy az egy kicsit így eltartsa, és hát nyilván a gumi miatt egy kis rugalmasságot ad a kocogásnak, hogy ne kopjanak tovább a fogaim. Néhány évvel ezelőtt egy fogorvos azt is javasolta, hogy csináltassak ilyen gumifogvédőt, amilyen a boxolóknak van, mármint hogy a fogorvos ezt meg is csinálja, és abban motorozzak, hogy a két fogsorom ne zögykölődjön össze motorozás közben. Végül is ebből nem lett semmi. Aztán tavaly előtt elmentem ismét egy ilyen fogszabályzós szakorvoshoz, és megkérdezgettem a lehetőségét a felnőttkori fogszabályzásnak. Ugye kétféle verzió van, vagy legalábbis ahol voltam, ott kétféle verziót csináltak. Az egyik ez a felragasztós, amikor ilyen fém, vagy mondjuk műanyag ilyen kis pöcköket ragaszgatnak minden fogra, és utána egy ilyen dróttal összehúzzák. És a másik pedig a láthatatlan fogszabályzó, annak az a hátulütője, legalábbis én emiatt mindenképp az első hallásra azt mondtam, hogy ez kizár dolog, hogy egyrészt nagyon pici mozgásokat tudnak vele csak csinálni a fogakon, és ahhoz is az kell, hogy a útban levő fogaknak az oldalából lecsiszolnak. És hát én nem szeretném egyáltalán a fogzománcomat rongálni azzal, hogy lecsiszoltatok belőle, úgyhogy ezt teljesen elvetettem. Annak ellenére, hogy mindkét verzió olyan 1,5 és 2 millió forint körüli összeg. Hogy lehet, hogy vannak olyan helyek, amik még a 2 milliót is meghaladják. És akkor most elérkeztünk a jelenlegi helyzethez, hogy egy ismerősöm a Facebookon érdeklődött, hogy kinek milyen tapasztalata van felnőttkori fogszabályzással, és akkor ott végül is ugyanezeket a lehetőségeket elmondták nekik. Én figyeltem a beszélgetést, hogy kinek mi a véleménye. Ráadásul azt is mondták, hogy ezek a felragasztós és egyéb felnőttkori módszerek nem annyira tartósak, tehát hogy nagyon sok embernek azután, miután leszedik, mondjuk 2 évet kell hordani ezt a fém húzalos fogszabályzót, és utána leszedik, és visszamozognak a fogak egy kis idő múlva, illetve még utána, ahhoz, hogy megmaradjon ez az állapot, ahhoz még éjszakánként kell hordani ezt a szájpadlásra rögzített, vagy éjszakai fogszabályzót még ugyanígy 1,5-2 évig.
És ezeket egyébként nem is tudtam akkor, amikor már elvetettem ezeket az ötleteket. És egyetlen egy ember odalinkelt egy honlapot, a dentozofia.hu, azt hiszem az a honlapnak a címe, és nem szólt hozzá semmit, tehát nem írt se véleményt, se semmit, azt hiszem annyit odaírt, hogy ezt is érdemes lenne megnézned, írta ennek az illetőnek. És hát én akkor erre kapva kaptam, mivel erről sose hallottam, azért rákattintottam, és hát komolyan mondom, most így ott tartok, hogy nem hiszem el, hogy 40 évvel ezelőtt ezt nem tudták, vagy hát itt Magyarországon nem volt olyan ember, aki ezt csinálta volna, és nem értem, hogy miért nem mindenkinek így fogszabályozzák a fogát. Elolvastam ott, amit lehetett róla tudni, utána kikerestem a honlapon a legközelebbi, vagy legjobban megközelíthető helyen levő dentozófust, mert ott a honlapon fel vannak sorolva a végzett dentozófusok, magyar dentozófusok, és másnap már fel is hívtam, és harmadnapra időpontot kértem, és a kisfiammal együtt elmentünk, mert hogy neki, ő most 7 éves, és most van a fogváltásban, és már most látszik, hogy ugyanazzal a problémával küzd, mint én, tehát ugyanúgy nem férnek el a fogak a szájában, mint ahogy annak idején nekem. És hát elsősorban ugye ő miatta szerettem volna minél hamarabb időpontot kérni, és hát persze hátsó szándék bennem volt, hogy esetleg nekem is megoldás lehet a problémámra. Szóval másnap már el is mentem a Soltész Balanz BT-nek a rendelőjébe. Ott egy elég részletes bemutatót kaptam erről a módszerről. És már akkor meg voltam győzve. Hát a dentozófia egy olyan dolog, amit eredetileg 1917 körül egy német fogorvos kezdett el kísérletezni, aki fogszabályzással foglalkozott, és elkezdett kísérletezni egy olyan aktivátornak nevezett eszközön, amit az általa fogszabályzott gyerekek, ugye, akik nyári szünetre mennek el az iskolából, és ugye nyári szünet ideje alatt ők nem találkoztak, és hogy akkor is ugye működjön a fogszabályzás, illetve a foguk ugye ne álljon vissza. Kidolgozta ezt az aktivátornak nevezett dolgot, amit eredetileg kaucsukból készített, és akkor azt vette észre a nyári szünet eltelte után, amikor újra találkozott ugye a pácienseivel, hogy sokkal többet haladt a fogszabályzás, és sokkal jobb irányba, mint amiket ő korábban ugye használt. Tehát nyilván akkor még ugye ezek ilyen kezdetleges fogszabályozó készülékek voltak, de sokkal többet haladt ugye ezzel a aktivátorral, mint a hagyományos eljárásokkal. És akkor ezt így kezdte jobban vizsgálni ezt a dolgot, hogy ez mégis hogy működik, stb. Aztán ugye rengeteg tapasztalat gyűlt össze ugye ezzel kapcsolatban, mert ezt elkezdte alkalmazni a páciensein, és nagyon sok különböző pozitív testi változással is beszámoltak a páciensek. Aztán ez kinőtte mostanra már magát egy ilyen dentozófia névre hallgató mozgalommá tulajdonképpen, ami már most egy kicsit azért kitágul tulajdonképpen ennek az egésznek a filozófiája, mert most már, tehát ugye az eredetileg ugye ez tényleg csak egy fogszabályzásnak induló dolog volt, egy felfedezés, és akkor most már ez így kinőtte magát tényleg egy filozófiává ez a dolog. Most nyilván ezzel igazából mindenki kezdjen azt, amit szeretne. Van egy Dentozófia című könyv, amúgy azt a könyvet érdemes elolvasni, és abban a könyvben részletesen le van írva a dentozófiának a szemlélete és világnézete, és hogy a fogak. Tehát alapvetően ez a dentozófia, ez a fogak bölcsességét jelenti. És hogy mégis a fogazat ugye hogyan tud befolyásolni egy testileg, meg akár szellemi vonatkozásban is egy személyt. És
Én már régóta foglalkozok különböző, mert nekem elég sok problémám volt a fogaimmal, az állkapcsommal, stb. És én már régóta foglalkozom, meg foglalkoztat az a dolog, hogy tudnék ugye a problémáimtól megszabadulni. És én megismertem egy illetőt, aki rengeteget segített rajtam, pusztán az állkapcsomnak a helyretételével. Nekem folyamatosan egy terápiás sírt kellett viselnem a számba, aminek köszönhetően folyamatosan megfelelő pozícióba volt az állkapcsom. És ez az egész testemre nagyon pozitív hatással volt, a gerincemre, a térdizületemre, tehát ilyen nagyon érdekes dolgok történtek, így nem is értettem, hogy most ez hogy is van. De ugye nagyon sok irodalmat begyűjtöttem ezzel kapcsolatban, még ugye elvégeztem, tehát dentozófus lettem, és tényleg, hogy mennyire drasztikus hatással van az állkapcs ízület az egész testre. És nyilván ezzel párhuzamosan ugye a fogazat. És akkor alapvetően én a dentozófia mellett tettem le a voksomat, mert én is használom már ezt az aktivátort már közel egy éve. Még nem annyira intenzíve, mint ahogy kéne, de nagyon pozitív változásokat tapasztalok ezzel kapcsolatban, és most már elhagyhattam ezt a terápiás sínt, amit korábban ugye folyamatosan viselnem kellett, mert ugye ebben az aktivátorban alapvetően aludnom kell, és nappal annyit viselem, amennyi jól esik. És nagyon sokat változtak a fogaim, meg stagnált ugye az a pozitív testi állapot, ugye, amit a terápiás sínnel el tudtunk érni. Tényleg javaslom amúgy a könyvnek az elolvasását, mert nagyon-nagyon sok meglepő, és nagyon-nagyon sok fontos információ van erről a témáról. Közben hazaértem, mert a telefon nem bírta az 50 fokot a Suzuki ablakában, és ismét túlmelegedett és kikapcsolt. Így legalább meg tudom mutatni a dentozófia könyvet, amiről az előbb szó volt. Tehát ez egy csütörtöki nap volt, amikor én a Soltész Balansz rendelőjében voltam, és egy igen részletes tájékoztatást kaptam erről a dentozófiai módszerről, és meg is vettem ezt a könyvet. Egyébként akkor én már ott meggyőződtem róla, hogy nekem erre van szükségem, úgyhogy meg is rendeltem magamnak is, és a kisfiamnak is az aktivátort. És a következő kedre volt időpontom, csütörtököt követő hétvégén, én ki is olvastam a könyvet, ami ugye ezt a néhány oldalt, 100, mondjuk 40 oldalt tekintve nem olyan nagy kunst, más kiolvassa egy délután alatt, de ahhoz képest, hogy az elmúlt 7 évben mondjuk 2,5 könyvet sikerült kiolvasnom, ahhoz képest tényleg nagy teljesítmény volt. Tehát kedden én már úgy mentem oda, hogy teljesen be voltam lelkesülve, és nagyon akartam már ezt a készüléket. Azóta egyébként folyamatosan hordom is. Ma volt az első kontrollom a hordása óta, körülbelül 2,5 hónap telt el azóta, amióta viselem, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó az eredmény. Elkezdett kiszélesedni ugye a fogazatod. Hogyha ezt itt elkezdjük húzgálni, ezt a csúszkát, nem tudom, hogy itt tudod-e érzékelni így a szemeddel ezt a különbséget, ahogy ez így érzékelhető amúgy térben ez a különbség, mert nem mindig tudom úgy, vagy nem mindenkinél tud erre rá fókuszálni a szem, de... De így sokkal szűkebben voltak ugye az örlőid. Egyébként itt nyomja belül legtöbbször, tehát reggelre ott marad a nyoma. A fogam belső oldalán felül, pont azon a részen. Még megnézem a front fogaidat, még arra kíváncsi vagyok, hogy ott mi történt. Itt ugye ez előrébb került most, a felső egyesed, a nagy metsződ, majdnem 0,5 milliméterrel. De hát haladunk szépen, tehát azért 2 hónap után azért ez nagyon-nagyon jó. Az aktivátorom az így néz ki, ez egy kaucsukgumiból lévő fogvédőnek néz ki, egyébként úgy néz ki, mint amit a boxolók hordanak.
és különböző méretekben van, megmérik egy sublerrel az embernek a fogsorának a szélességét, és akkor ezután méretre kiválasztják azt, amelyik a megfelelő lesz. Tehát az anyagiak úgy néznek ki, hogy egy ilyen aktivátor 180 ezer forintba kerül, és ezt körülbelül fél évig lehet hordani, addig fejti ki a hatását, illetve addig helyezkednek a fogak ennek az aktivátornak a segítségével. Ezt éjszakánként kell csak hordani, illetve azt ajánlják, hogy napközben egyszer 20 percet viselje az ember. És állítólag olyan másfél év, amire teljesen kiegyenesíti a fogsort, illetve egyensúlyba hozza. Tehát ennek a módszernek az az egyik lényege, hogy nem feszegeti a fogakat, nem akarja irreális helyzetbe hozni, hanem egyszerűen a két fogsort egymáshoz igazítja, és harmóniába hozza, hogy úgy mondjam. Tehát úgy fejti ki a hatását, hogy éjszaka kicsit elmozgatja, kicsit beállítja őket a helyükre, és nappal, amikor rágunk, meg beszélünk, meg levegőt veszünk, akkor a fogak összehelyezkednek az alsó fogsorral. Ez ugye a többi módszernél én szerintem nem annyira valósul meg, mert ott két külön sinnel feszegetik a fogakat önmagukhoz képest, és azért lehetséges az, hogy amikor leveszik, akkor a fogak elkezdenek egymáshoz igazodni, és mégiscsak visszarendeződnek az eredeti, vagy hát az eredetihez közel azonos pozícióba. Nagyon érdekes, mert nagyon sok fizikai tünetem volt. Tehát az első héten például iszonyatosan fájtak az izmaim. Mint amikor az ember influenzás, és az influenzától fáj az egész hátam, és ilyen nagyon fáradtságot éreztem. És aztán ez elmúlt. A következő az volt, hogy az állkapcsomat éreztem, hogy próbál a helyére rendeződni, és éjszakánként nagyon kinyúlt ez az állkapocs ízület, és nappal meg alig bírtam kinyitni a számat a rágásnál, illetve még akár a beszélésnél is. Ezek kellemetlen tünetek, illetve hát nyilván egy picit fáj, amikor reggel az ember leveszi az aktivátort, és a fogak ki vannak egy picit lazulva, és úgy érezni, hogy fájnak. 2,5 hónap alatt 0,3 és 0,5 mm közötti elmozdulás volt a fogaimban, azokon a helyeken, ahol ez szükséges volt. Ami a legnagyobb problémám volt, hogy alul ez a metszőfogam, ez teljesen becsúszott már a következő sorba, és egyszerűen hozzáért a szájpadlásomhoz. És akárhányszor rágtam, vagy beszéltem, ez így felsértette a szájpadlásomat. Na mostanra ez a fog majdhogy nem beállt a sorba, és most már majdnem 0,5 milliméter van a szájpadlásom és a fog között, tehát egyáltalán nem ér hozzá. Úgyhogy én teljesen lelkes vagyok. Most jelen pillanatban úgy érzem, hogy nem akarok többet aktivátor nélkül élni. És azt mondom, hogy aki felnőttkori fogszabályzásban gondolkozik, illetve hát nyilván a gyerekeknek pedig még hatékonyabb, az mindenképpen nézzen rá erre a módszerre, menjen el egy konzultációra, és gondolja át, mert én nagyon ajánlom. Persze majd a végén meglátjuk, mondjuk egy olyan egy év múlva, vagy másfél év múlva, hogy alakul a fogsorom, de én most teljesen lelkes vagyok, és pozitív, és ennélkül már nem megyek sehova, mert egyszerűen nem szeretnék egy éjszakát se úgy tölteni, hogy nincs nálam, mert tudom, hogy akkor visszarendeződnek a fogaim. Tehát mindenkinek ajánlom, és ez most nem a reklám helye, ez nem egy fizetett hirdetés, ez teljesen az én véleményem. Hogy kapcsolódik ismét a motorozáshoz? Hát éppen tegnap vittem vissza a tesztmotort, és elég sokat mentem most vele, olyan 450 kilométert, és egyáltalán nem érzem már azt, hogy az alsó fogsorom összecsiszolódna a felsővel, úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve már most. Úgyhogy ennyi voltam mára, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és legközelebb jövök egy motoros videóval. Sziasztok!